mérkőzés volt, mert kívülről azért nem tűnt annyira nehéznek. A legközelebbi mérkőzésen becserélünk téged, és utána mérkőzés után elmondani, hogy könnyű vagy nehéz volt. Ilyen szinten nincsen könnyű mérkőzés, szerintem ezt láthattuk az Andorra ellen is, úgyhogy következő kérdés. Szókimondó nyilatkozatok, elképesztő gólok, motiváló beszédek. Nagyjából így tudnánk jellemezni Szalai Ádám pályafutását a magyar válogatottban. Bizonyára mindannyian hallottátok a hírt, hogy a magyar csapat jelenlegi kapitánya visszavonul a válogatottságtól. Habár pályafutásának sok emlékezetes pillanata volt, mi megpróbáltuk összeszedni a legérdekesebbeket, illetve a legemlékezetesebbeket, amikről lehet, hogy eddig még nem is hallottatok. Ezzel is tisztelegve Szalai Ádám karrierje előtt a nemzeti csapatban. Szalai Ádám a válogatottban kezdőként először 2010. október 8-án lépett pályára. Ez a mérkőzés igencsak emlékezetesre sikerült, mivel nem csak hogy megszerezte pályafutása egyetlen mester hármasát a magyar csapatban, de talán összehozta az egyik legszebb gólját is a válogatottban. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy sikerült egy egészen elképesztő 8-0-ás sikert aratni San Marino ellen. Szalai mindig is híres volt erős és markáns véleményéről, amit előszeretettel hangoztatott az interjúkban is. Talán az egyik legemlékezetesebb nyilatkozata 2013-ban történt a Hollandia ellen elszenvedett 8-1-es vereség utáni időszakban. A támadó bírálta a szakembereket, a médiát, lényegében az egész közeg hozzáállását a labdarúgáshoz Magyarországon. Kérlek szépen, mondjatok nekünk egy top olyan játékost, vagy kettőt, de elég egy is, aki évek óta top csapatokban, és most a top csapatokat arra értem, hogy angol, olasz, spanyol vagy német bajnokságokban, bajnokok ligájában hétről hétre teljesít, de nyugodtan válaszolhatok közben. Mondjatok nekem, légy szíves, egyetlen egy olyan top tehetséget, akit az elmúlt 10 vagy 20 évben ez a magyar labdarúgás kinevelt. Mondjatok nekem egyetlen egy olyan top csapatot, aki az elmúlt 10 vagy 20 évben, vagy egy bajnokok ligájában, vagy egy Európa ligában, vagy beszéljünk arra, hogy folyamatosan ott lenne. És akkor most a legfontosabb, hogy mondjatok nekem egyetlen egy olyan top edzőt az elmúlt 20 évben, aki valamit is letett top ligákban, Európában. Beszéde miatt feszült viszony alakult ki közte és a későbbi szövetségi kapitány Pintér Attila között, melynek köszönhetően 2014. szeptemberében lemondta a válogatottságot. Ám nem sokkal később jött Dárdai Pál kinevezése. Szalai úgy gondolta vele, egy teljesen új irányt vehet a nemzeti 11, így Dárdainak sikerült visszacsalogatnia őt a csapatba. Mondanunk sem kell, mekkora dolog volt, hogy a Dárdai Pál által megálmodott, majd Ben Stork munkájának köszönhetően tökéletesített magyar csapat 44 év után kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra. Magában már ez is egy emlékezetes pillanat. A csapatkapitány egy bisztróban ünnepelte meg a kijutást, a szurkolók körében. Hát ilyet sem látni minden nap. Négy év után jutottunk ki! Na! Egy többet, mint szurkolók! Azért, amiért most itt álltok, mindenki igyon meg egy pálinkát, és reggel ételőt senki sem menne ágyba! Elérkezett a 2016-os Európa-bajnokság, ami 44 év után Szalai Ádám volt az első magyar játékos, aki betalált. Ezt követte nemzeti csapatunk elképesztő menetelése a kontinens tornán. Viszont Ádám számára nem csak a pályán történtek emlékezetes pillanatok, hiszen az egyik sajtótájékoztatója elég érdekesen sikerült, mivel szóba került a ketchup és Cristiano Ronaldo is. A portugál sajtó részéről jön a kérdés. A 2014-es világkupánál Ronaldo az első meccsek során azt mondta, hogy számára a gól olyan, mint a ketchup, kinyújtja a ketchupos köcsögöt, és abból kijön a gól. Tehát 2014-ben volt ez, de önök az első meccsen azért sikerrel tudtak egy gólt húzni. Hát akkor úgy gondolják tényleg, hogy Ronaldónak ugyanígy kell tovább is nyilatkoznia, mint a gólos köcsög a ketchupos
üvegből. Ezt a kérdést meghallgattam volna eredeti nyelven inkább, de valószínűleg meg biztos vagyok benne, hogy Cristiano Ronaldo-nak többször átélte ezt a kecsapos dolgot, úgyhogy maximálisan egyetértek vele. Remélem igaza lesz, úgyhogy aztán mindenki kecsapos lesz a végén, úgyhogy akkor leszünk a legboldogabbak. Emellett még kiemelhetnénk Szalai összeszólalkozását Fellainivel is a tornán. Bár utána nem sokkal, mint kiderült, Ibizán ki is békült egymással a két játékos. Sok várakozás után 2019. novemberében elérkezett a várva várt pillanat. Elkészült az új Puskás Aréna. A nyitó mérkőzésen Uruguay csapatát fogadta Magyarország. Na és vajon ki szerezte az első magyar gólt az új arénában? Igen, kitaláltátok, Szalai Ádám. Szalai a válogatottunk csapatkapitánya, és neki nem csak az a szerepe, hogy a pályán ő legyen a vezetőedző jobb keze, és betartassa a taktikát a csapattal, hanem ugyanolyan fontos szerepe van a pályán kívül is. Ő felel a csapat egyben tartásáért, vagy akár a csapat szellemért. No meg, hogy motiválja a srácokat. Mint ahogy ezt meg is tette az Izland elleni mérkőzés előtt az öltözőben, az elhíresült beszédében. Magyarország kvalifikáltatta magát a 2021-es Európa-bajnokságra. Csapatunk bekerült talán az EB legnehezebb csoportjába, Németország, Franciaország és Portugália mellé. Mégis sikerült egészen az utolsó pillanatokig fenntartani a továbbjutás esélyét, és ehhez Szalai Ádám gyönyörű fejes gólja is kellett Münchenben Németország ellen. De akár megemlíthetnénk a napokban szerzett gólját ugyancsak a német válogatott ellen. Csak most nem Európa-bajnokságon talált be, hanem a Nemzetek Ligájában. Dzsudzsák Balázs sem kell bemutatni senkinek. Ő és Ádám igencsak jó barátságot ápolnak egymással. Ennek meglátszott az eredménye is, hiszen Balázs rengeteg gólpasszal tudta kiszolgálni Szalait az évek során. A duó nem véletlenül volt ennyire összhangban a mérkőzések alatt, hiszen sokszor akár szabad idejükben is együtt jártak szórakozni, vagy éppen különféle fogadásokat kötöttek egymással. Verseny, jó? Tessék egy ötös széria verseny. Nem, a kettőt hibáztam. Nem, hát most kezdjük. Nem, kettő. Jó, akkor hármas széria, jó? Kettő, ki. Hármas széria. Józsi, hármas széria verseny, jó? Oké. Szép, Józsi! Egyből semmi. Bravo, József! Kettőből semmi. Berúgom, nyertem. Egyen, meg így felhúzom a maszkot, úgy rúgom. Akkor a kettőt hibáztak. Mi? Ha most kezdtük te. Te kezdted. Nem is kettőt hibáztad előtt. Mi semmi, most kezdtük. Te kezdted. Ha kezdjük most akkor. Ne jó, persze. Semmi. Szép, Józsi, keresztbe nyújtál! Háromban semmi. Talán az sem véletlen, hogy a két válogatott legenda közel ugyanakkor búcsúzik el a címeres meztől. Szalai pályafutása tehát a végéhez ért a magyar válogatottban. Innen is szeretnék neki megköszönni a munkáját és alázatát és mindazt, amit tett nemzeti csapatunk sikeréért. Továbbá minden jót kívánunk neki az FC Basel csapatában. Szerintetek ki lesz a méltó utódja Szalai Ádámnak a válogatottban? Válaszotokat írjátok le kommentben! Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő! Mozgalmas év van mögöttem. A sok távolút után alig várom, hogy a családommal leesek. Csatlakozz hozzám és tedd félre te is a mobilodat az ünnepek alatt, hiszen a családodnak te vagy a legnagyobb ajándék. Boldog karácsony!